Lázár János kezdeményezi a norvég kormánynál, hogy ne az ökotárs ossza a jövőben a pályázati pénzeket. A kehi jelentés ugyanis szerinte súlyos bűncselekményeket tárt fel. Benyúrít a összeállítása. A mai magyar nemzetben jelent meg a kehi jelentés néhány kiszivárgott részlete, köztük az, hogy bűncselekmény gyanúja is felmerül. Az Ökotárs az a civil szervezet, amelyet nyáron megszállt a rendőrség, és amelyet azóta a Kehi is vizsgált, szintén csak a sajtóból értesült a részletekről. A Kehi munkatársai úgy nyilatkoztak, hogy nem kaptak meg minden dokumentumot, illetve nem ismernek minden információt, nem tudnak minden adatot ahhoz, hogy átlássák a Norvég Civil tám Támogatási Alap működését, az egész döntéshozatali mechanizmust mégis bűncselekmények gyanúját fogalmazzák meg, hát ez meglehetősen érdekes, és hát picit hitelteleníti az egész vizsgálati jelentést, mert hát hiszen ha nem tudják, hogy hogyan működik a folyamat, akkor hogyan mondhatják rá, hogy a szabálytalan. A jelentés ma a kormányasztalán is ott volt, Lázár János számolt be róla. A kehivizsgálat egyértelműen bizonyítja azt, hogy az ökotárs és a hozzá kapcsolódó néhány szervezet visszaélt a norvég kormány bizalmával. Azt mondta Lázár, hogy a pályázatok elbírálásánál nem objektív szempontok alapján döntöttek, hanem a személyes, akár baráti kapcsolati hálójukat vették figyelembe. Én azt fogom javasolni Norvég minisztertársamnak először is, hogy lehetőség szerint fogadja el. A magyar kormány meghívását. Ez azt gondolom, hogy általában a norvég-magyar viszonynak is jót lenne. Ha nem fogadja ilyen a magyar kormány meghívását, akkor kész vagyok vele Brüsszelben találkozni, és arra teszek javaslatot, hogy az ökotás helyett más szervezeten keresztül, akár állami, akár civil szervezeten keresztül osszák szét Magyarországon a pénzt. A Kehi büntető feljelentést is tesz az ügyben, és a jelentés teljes egészében nyilvános lesz. Benyó Rita, Hír 24.